Így köszöntötték a miniszterelnököt a Dadi, Ne felejts óvoda és mini bölcsede lakói. Orbán Viktor Cunyiné Bertalan Judittal kampányolt, aki a térség egyéni képviselőjelöltje. Nem csak az óvónőnek, a gyerekeknek is bemutatkozott a kormányfő, kezet is fogott mindenkivel, aki arra járt. És nem maradhatott el a közös fénykép sem. Az együtt a videó miatt bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert szerintük a politikusok megsértették a választási eljárásról szóló törvényt azzal, hogy óvodában kampányoltak. A választókerületben nem értettek ezzel egyet. A Nemzeti Választási Bizottság, amely kiegészült az országos listát állító pártok által delegált tagokkal, így a kormánypárti tagok kisebbségbe kerültek, megváltoztatta a döntést. Fejenként 345 ezer forintra bírságolták a miniszterelnököt és Cunyiné Bertalan Juditot. Emellett eltiltották őket a további jogsértéstől, és a videót is le kell szedniük a közösségi oldalról. Kerestük a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy fellebbeznek-e a döntés ellen, illetve ha nem, Orbán Viktor milyen keretből fizeti ki a büntetést. Havasi Bertalan annyit írt, idézem, ezt jelentéktelen ügynek tartjuk, ezért nem nyitunk róla vitát. A kifogásolt videó minden esetre ma délután még elérhető volt a miniszterelnök Facebook oldalán. Mert a címlapon is Kocsis Máté van, a második oldalt is beszédet mond. A Józsefvárosi Önkormányzat újságját mutatja a digitális formában a Momentum kerületi jelöltje. Nem Orbán Viktor volt az egyetlen, aki bírságot kapott a Nemzeti Választási Bizottságtól. A Józsefváros című lap egyik számában 20 oldalon 25-ször szerepelt a kerületi polgármester, az ellenzéki pártok viszont egyszer sem. Emiatt 135 ezer forintos bírságot kapott a szerkesztőség. Bízunk benne, hogy a kampány hátra levő időszakában a Józsefvárosi újság és a többi helyi sajtótermék is egyenlő esélyeket fog az ellenzék számára biztosítani. Az újság szerkesztősége Józsefváros Facebook oldalán jelentette be, hogy fellebbeznek. Szerintük ugyanis eseményekről, amelyeken a polgármester is részt vesz, a kampányidőszak alatt is lehet tudósítani.